szeretném a magam és a önkormányzat nevében mindenek előtt a részvételemet kifejezni. A pénteken brutálisan meggyilkolt 6 éves kislány családjának kívánt részvételt Ács Rezső a város polgármestere. A Tolnai megyeszékhelyen történt emberölés az egész országot megrázta, hasonlóra évtizedek óta nem volt példa az országnak ezen a részén. Annak érdekében, hogy ne is legyen, most a város önkormányzata még a korábbinál is szorosabb együttműködésbe kezd a rendőrséggel. Ennek első lépéseként a közbiztonságot javító fejlesztések kezdődnek a város különböző részein. Egyeztetve a polgárőrséggel, rendőrséggel és a közterület felügyelet egy folyamatos közterületi jelenlétet kértem, hogy érezzék az ott élők, hogy ott odafigyelünk rájuk, odafigyelünk gyakorlatilag minden percben szinte arra, hogy mi történik ott, illetve soron kívül akkor nekiállunk a térfigyelő kamerák rendszerének a bővítésének, és az első út a Patak utcában kerül felhelyezésre. A környéken és a város szegregátumaiban élők mellett a város önkormányzata az elhunyt kislány családjának is anyagi segítséget nyújt. Kislány nem lehet visszahozni, de mindenféleképpen a temetésnek a költségeit az önkormányzata teljes egészében átvállalja, és azt gondolom, hogy ezzel az a jelentősen tudtuk könnyíteni az anyagi terheit a családnak, egyéb terheit sajnos nem sikerült nekünk könnyíteni. Elsőként a Patak utcában helyeznek ki térfigyelő kamerát, ahol a tragédia történt, majd pedig a Halasi Andor utca környéke következik.